Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban továbbra is mesélünk, beszélgetünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról, néha majd könyvekről is, és most mindenféléről, hiszen vendégünk Simon András, aki e pillanatban a Városháza kommunikációs vezetője. Szia András! Szervusz Gyuri! Helyeden vagy? Én azt hiszem, hogy igen. Igen. Nyilván a kérdés mögött az húzódik meg, hogy ismered a pályámat, meg dolgoztunk együtt, és hogy mit keresek én egy hivatalban. De hát nem ez az első egyébként, majd erre visszatérünk. Én ezt időről időre megkapom ezt a kérdést, hogy tudod, azt szokták mondani, hogy lesz rablóból pandúr, kérdezőből válaszoló, újságíróból, nem tudom én, egy hivatalnak a kommunikációs vezetője, de hogy én azt gondolom, hogy én ugyanazt csinálom végig. Tehát, hogy van ez a kommunikációnak nevezett színes és sok csatornás eszközrendszer, amiben szóval a képlet az végtelenül egyszerű, és te is ezt csinálod, meg mi most itt ezt csináljuk, hogy ugye az ember valamit el szeretne mondani a világnak, vannak közvetítő közegek, mint a televízió, a rádió, az internet, a Facebook, és vannak célcsoportok, befogadók, mint most a Heti TV nézői. És ugye nekünk az a közös célunk, hogy az üzeneteinkből minél több eljusson hozzájuk. Hogy ezt egy televíziós stúdióba csinálod, vagy a Magyar Telekom kommunikációs vezetőjeként, vagy a Nemzeti Bank kommunikációs vezetőjeként, vagy a Városháza kommunikációs vezetőjeként. Ez mind voltál, ugye? Vagy. De hát, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz. Tehát, hogyha az ember azt gondolja magáról, hogy érti ennek az egésznek a logikáját, vagy valamit ért belőle, és tudja, hogy az adott üzeneteket hogy lehet a leghatékonyabban eljutatni a célcsoportnak, aki lehet néző, lehet választópolgár, lehet mobiltelefon felhasználó, hát akkor attól kezdve ez egy tudáskészlet. Na ezért írtuk ki a neved alá, hogy kommunikációs szakember, de azért van még egy gonosz kérdésem, hogy akik a sajtóval foglalkoznak különböző hivatalokban, azokra gyakran azt mondják, hogy sajtó elhárítók. Ezzel te hogy vagy? Ugye azt szokták mondani, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Tehát nyilván az, ami a sajtó érdeklődését kiváltja, az nem mindig az, ami érdeke egy adott cég. De ez egyébként a cégeknél is így van. Tehát, hogy mindaddig, amíg nem tudom én napra pontosan megkapod a nyugdíjadat, addig senkit nem érdekel, hogy a béredet, a havi fizetésedet, azt hogy bérszám fejtik. Egyszer megkap meg, és abban a pillanatban abból botrány van. Hát, tehát, hogy mondjam, ez nem sajtó elhárítás, csak egyszerűen arról szól a történet, hogy ami neked a kíváncsiságod, az nem biztos, hogy most nekem jó, hogy te arról akarsz kérdezni. És akkor megindul egy párbeszéd. Azért ezt lehet stílusosan és nagyon durván csinálni. Létezik a no comment, ami a legrosszabb válasz, és létezik úgy, hogy az ember azt mondja, hogy figyelj, most akkor csináljuk azt, hogy ebből ennyit el tudok most mondani, és megígérem, hogy visszajövök a részletekkel, amit lehet többet. Na akkor kezdjük az elején. Ugye te mint kertészmérnök végeztél, ami elég messze van szerintem a médiától, nem tudom, javíts ki, ha nem így, de egyáltalán mire gondoltál, amikor gyerek voltál, iskolába jártál, hogy te a médiában fogsz dolgozni, kertészmérnök leszel, vagy mi akartál lenni? Soha nem volt a fejemben az, hogy én újságíró legyek. Tehát semmilyen előképe nem volt az én későbbi karrieremnek. Nem írtam iskola újságot, nem szerkesztettem iskola rádiót. Egy dolog igaz, hogy nagyon szerettem beszélgetni. Mindig azért kaptam intőket, hogy András az órán beszélt. Volt olyan, általános iskolában jó tanuló voltam egyébként, és akkor volt olyan, hogy 1-4-es volt a bizonyítványomban magatartás, és az azért már beszélt. Na, gratulálok. Aztán ez később elmúlt, csak mondom. Mármint nem a beszélgetés, hanem a kitűnő tanulóság. Szóval nem volt ennek ilyen előképe. Az én édesapám orvos volt, és én azt tudtam, hogy én nem akarok orvos lenni. Én az apámból leginkább azt láttam, hogy időnként este bejött hozzám egy fehér köpenyes bácsi a gyerekszobába, és adott egy puszit. És hogy én azt gondoltam, hogy én ezt nem akarom csinálni. És nagyon profán a dolog, én egyetemista voltam, ugye a kertészetire jártam, amikor az volt, hogy diákmunkát kerestem. Tehát szerettem volna pénzt keresni. De hogy kerültél a kertészetire?
Kertészetére úgy kerültem, hogy orvos nem akartam lenni, de állatorvos igen. Ami egy teljes tévedés volt, Gyuri, ezt mondom neked, tehát én városi gyerek vagyok, fogalmam se volt arról, hogy mivel foglalkozik egy állatorvos. De tetszett, hogy az állatokkal foglalkozik. De hát imádtam, tehát volt tengeri malacom, meg nem tudom én, papagáj, és én azt gondoltam, hogy az állatorvoslás az arról szól, és akkor én jelentkeztem az állatorvosi egyetemre, ahova nem vettek fel, nagyon nehéz volt bekerülni szerintem még a mai napig. És, de ugyanúgy biológia és kémia volt a felvételi a kertészetire. És akkor oda felvettek. És akkor a szülők azt mondták, hogy hát kezd el valahol, az nagyon fontos, hogy kerülj be egyetemre, és aztán majd később meglátod, át lehet menni, meg nem tudom. Rájöttem, hogy nem nekem való az állatorvosás, és ott ragadtam. Biológia és kémiáról nagyon nagyon irigyellek, de csak egy melléges mondat. Na és akkor mi történt az egyetemen? Akkor ugye, tehát végül is én a Kertészeti Egyetemen bor- és üdítőitalipar szakon diplomáztam, tehát hogy elvileg borász vagyok, soha az életemben nem készítettem bort, ezt most megvallom neked őszintén, de egyszerűen, tehát zseppénzt akartam keresni, és én úgy kerültem a Magyar Televízióhoz, hogy volt egy szomszédunk, aki nagyon magas vezetőbeosztásban dolgozott az MTV-nél, gépkocsi vezető volt, tényleg. És akkor én a Péternek szóltam, hogy te, ha bármit tudsz egy ilyen tévében, annyi ilyen lótifuti ember kell, szaladj ide, hozd el, nem tudom, akkor én szívesen, hát az egyetem mellett ez belefér. És felhívott egyszer egy gyártásvezető, aki azt mondta, hogy be tudnék-e menni a Szabadságtér 17-be, ugye akkor még csak az egy televízió létezett Magyarországon, mert hogy éppen egy produkció rendező asszisztenst keres. Én azt se tudtam, hogy ezt eszik-e vagy isszák. Fogalmam se volt arra, hogy de, nem tudom, délután 4-re ott vagyok. Másnap hajnalba mentem haza. Tehát ez az igazi mélyvíz volt. Kiderült, hogy egy produkcióból, nem tudom, rendező asszisztens felesége idő előtt szült. Ő délután azt mondta, hogy szevasztok, én most megyek a feleségem mellé, és ott maradtak asszisztens nélkül, berántották ezt a csávót, aki voltam én, odaadtak neki egy kupacot, hogy akkor ezeket hív fel, holnapra diszponáld le, és tényleg bedobtak a mély vízbe. És így kezdődött, és hogy azért erre rá lehet függni, azt szerintem te pontosan tudod. Igen, megtetszett. Megtetszett, igen, és akkor ez így indult, de ez megint csak nem az újságíró része volt, tehát igen. Hogy... Ha én azon a vonalon megyek tovább, akkor belőlem sokkal inkább vagy televíziós rendező, vagy gyártásvezető kellett volna. De hogy lettél akkor újságíró, riporter, híradós? Igen, az már a tévén belül volt, hogy a képújság az keresett sportszerkesztőt, és akkor már nem tudom, hogy ki szólt nekem, hogyha az még belefér, akkor ott lehet sporthíreket szerkeszteni, és akkor az volt, hogy ott voltak esti turnusok, amit én tudtam az egyetem mellett csinálni, és akkor elmentem a képújságba sporthíreket írni. És akkor onnan azért az már adta magát, hogyha az ember a gyakorlatban ezzel foglalkozik, akkor a Magyar Újságíró Szövetségnek volt az újságíró iskolája, akkor még ez volt az egyetlen hivatalos állami képzést adó újságíró képzés Magyarországon, és oda már diplomával lehetett jelentkezni, tehát ez egy másoddiplomás képzés volt, és akkor elmentem oda, és akkor ezt végigcsináltam. Azért ez elég szép pálya, mert aztán végül is az estének az oszlopa lettél, és végül is, mint alelnök fejezted be a Magyar Televíziónál a karrieredet. Én tényleg végigjártam a szamárlétrát, tehát a szó szoros értelmében, tehát hogy kezdtem egy ilyen lótifuti srácként, aki ahogy azt... Tudod, ezt úgy hívtuk annak idején, hogy szendvics futár, tehát hogy az volt az ember, akit lezavarnak a büfébe, hogy hozzon. Igen, hozzá tíznek a parizet. Igen. Fiam. És hát tényleg így indult, és aztán ebből lett egy ilyen szerkesztői, segédszerkesztői, és aztán a később egy ilyen szerkesztőség vezetői dolog. És akkor őszintén szóval nem is tudom, hogy kinek volt az ötlete először, hogy engem ültessenek be valami műsorba a kamera másik oldalára. És akkor valami magazin műsorban szerepeltem én először képernyőn, ahol egy ilyen rovatnak voltam a gazdája. És tehát szóval valahogy ez így sodort magával, de ez nem volt, tényleg nem volt egy tudatos építkezés. Hát ahhoz képest nagyon szépen alakult. Hát nem tudom, szóval hogy valahogy ezek vonzó feladatok, szóval hogy ez tényleg be tudja szippantani az ember. Az alelnökség is? Hát az alelnökség az persze az másról szólt. Az alelnökség egyébként nekem egy jó lecke volt arra, hogy
van élet a képernyőn túl is. Tehát, hogy azért ezt nagyon sokan átélik, hogy abban a pillanatban, hogy nincs képernyős feladatuk, abban a pillanatban valami nagy része az életüknek elvész. És akkor számomra az kiderült, hogy de, tehát hogy azért az egy másik érdekes világ, és nyilván aztán így jött a Telekom, vagy akár a Nemzeti Bank is, tehát hogy én már csak ezért sem tartom magam még igazából televíziós újságírónak sem, mert hogy az életemnek egy meghatározó részében mással foglalkozom. És ugye az Este az egy nagyon sikeres műsor volt, ott tényleg a szerkesztőség Pulitzer emlékdíjat kapott meg. Szóval, hogy az ott egy jól összerakott televíziós produkció volt, és akkor többen körülöttem mondták, hogy hát akkor ezt meg kéne csinálni nagyba. Tehát, hogyha ez így egy szerkesztőségbe ment, és sikerült letenni valamit, ami tényleg nézett is volt, meg a minőség szakmai követelményeinek is megfelelt, hát akkor miért nem lehet az MTV-be egy ehhez hasonló műsorstruktúrát csinálni? És ez egy izgalmas feladat volt, szóval azért lássuk be, hogyha ez az embert érdekli, akkor nehezen ugrik el egy ilyen elől. Az összes egyébként ismert, meg aztán később kiderült buktatójával együtt. Végül kirúgtak, vagy elmentél? Nem, én elmentem. És akkor kezdődött a, hogy úgy mondjam, üzleti karriered. Igen, tehát ugye az volt, hogy hát nagyon kiderült egy idő múlva, hogy az én elképzeléseim azok nem mindenben vágnak egybe a televízió akkori elnökének az elképzeléseivel. Ki volt akkor az elnök? Rudi Zoltán. Aha. Igen. És hát aztán, tehát nyilván, hogyha az ember teljes szívvel nem tud odaállni egy dolog mellé, akkor belülről nem akaszt botot a küllők közé. Úgyhogy akkor az egyetlen morálisan vállalható dolog volt. Én azt gondoltam, hogy azt, hogy én bemegyek és mondom, hogy akkor váljanak el az útjai, és akkor utána keresett meg egy fejvadász, aki keresett a Magyar Telekomhoz kommunikációs vezetőt. Úgyhogy ott volt néhány hónap a kettő között, és ez nekem egy nagy ugrás volt az ismeretlenben, mert én akkor úgy jöttem el az MTV-től, már megint, hogy fogalmam se volt, hogy hogyan tovább. És akkor kezdődött egy új történet. És ebben mi vonzott? Azon kívül, amit a legelején elmondtál. Én engem mindig igazából az építkezés vonz. Nem vagyok egy jó működtető ember, vagy hogy mondjam, tehát a szakmai libidómat, a működtetés az sokkal kevésbé birizgálja, mint az, amikor valamit létre lehet hozni, valami, ami új, amit meg lehet tanulni, ami legalábbis számomra egy ilyen zöldmezős beruházás. És akkor ebben ez volt azért a telekommunikáció az egy nagyon izgalmas világ. És ez volt a Telekomnak az a... Hát akkor futott fel. Igen, meg ez volt az a korszaka, amikor... Hát tudod, ugye tényleg akkor robbant be igazán a mobiltelefonálás, akkor jelentek meg például már azok az okostelefonok, amin a televíziótól az internetig minden volt. És ugye, ha belegondolsz, régen tévét a tévén néztél, a telefonon telefonáltál, és nem tudom én, hogyha számítógépeztél, akkor leültél. És ez egy készülék lett. Tehát a kezedben volt az a készülék, azon telefonáltunk, azon néztünk mozgóképes tartalmakat, azon intéztük a levelezésünket. Tehát a telekommunikáció az összecsúszott egy készülékbe, amit ott hordtál a zsebedbe. Ez egyébként a mai napig így van, csak most már a bankkártyánk is rajta van, meg a navigációs berendezés, meg minden. Igen, az idősebb emberek nehezen is szokják meg, mert azt mondják, hogy a telefon az legyen telefon, arra használom, hogy kapcsolatot teremtek a külvilággal, és nem nézem rajta a tévét. De hát, ha ma megnézel, felszállsz bármelyik közösségi közlekedési járműre, a telefon ma már nem ez, a telefon Igen. az ez. Igen, jó. Tehát... Családi ebédnél is ez a telefon, ugye nem egymással beszélgetünk, hanem... Nekem mondod, kamasz gyerekeim vannak, pontosan tudom. Igen. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas időszak volt, és akkor egyébként ezek az üzletágak akkor kezdtek el összecsúszni, tehát az, hogy egy előfizetéssel kapsz meg minden szolgáltatást. Tehát ez egy izgalmas időszak volt, és akkor ebben volt építkezés. És mégis váltottál? Váltottam, mert
Hát ugye ez 2010-ben volt, pont a két választási forduló között hívtak fel, hogy akkor Nemzeti Bank. És hát abban már azért így megjelent a politika. Tehát azt ott lehetett látni, hogy a kormányváltással valószínűleg a jegybank korábbi vezetését is megpróbálják majd eltávolítani, holott a mandátum az 2013 márciusáig szólt, és jegybanki függetlenség, és nem tudom mi. És akkor az megint egy másik izgalmas időszak kezdete volt. Amikor... Szereped volt abban, hogy Simor András kitöltette a ciklus. Ez így borzasztóan öntelt lenne, és ezt nem is gondolom. Szerintem ott a részben a jegybank egész gárdájának szerepe volt benne, részben azért a jegybank függetlenségéről olyan uniós és magyar jogszabályok gondoskodtak, ami egy meglehetősen nagy védelmet biztosított. Tehát talán valami része ott a kommunikációnak is volt benne, de nem gondolom, hogy ez csak ennek lenne köszönhető, sőt. Simor András ment 13-ban, Matolcsy György jött, és Simon András is ment, és visszatért a médiába. Egyébként hozzáteszem, hogy nem azonnal, tehát a Simor András elnöki mandátuma 2013 márciusában, március első napjaiban telt le, és ő akkor köszönt le, kitöltve ugye a mandátumát, és... Én még egészen annak az évnek az őszéig, azt hiszem, ott voltam a jegybankban. Tehát én dolgoztam együtt Matolcsy Györggyel talán 5 hónapon keresztül. Nem akartál elmenni, vagy ők nem akartak megszabadulni tőled, vagy mi volt ez? Én a dolgok természete szerint vártam, hogy engem kirúgjanak, és ez nem történt meg. És egyszer a folyosón találkoztam össze az elnökkel, és mondtam, hogy elnök úr, hogyha megmondod, hogy kinek adjam át a feladataimat, akkor én ezt szívesen megteszem, mert hát nyilván egy ilyen átadás, átvétel, ez egy időt vesz igénybe. És akkor ő legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, hogy ő nem tervezett változtatni ezen a poszton. És akkor ő lepett meg engem. És akkor, na mindegy, aztán végén ezt követte nyilván egy hosszabb beszélgetés, hogy hát ő jókat hallott rólam, meg hogy úgy hallotta, hogy én jó szakember vagyok. És hogy akkor ő nem gondolta azt, hogy... És akkor végül is abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg nem áll elő olyan helyzet, hogy bármelyikünknek az vállalhatatlan, hát akkor tegyünk egy próbát ezzel. Előállt? És aztán előállt, igen. És akkor azt mondtad, hogy na, akkor ennek most... Igen, hát én akkor... Tehát ez egy gyakorlatilag egy... Erre mondják, azt hiszem, hogy közös megegyezéssel. És tártkarokkal fogadtak az ATV-nél? Ugye én, amikor először Bánó András, aki hát évtizedek óta a barátom, és a mai napig az, ő hívott fel azzal, ő akkor az ATV-nél dolgozott, hogy lenne kedvem leülni az ATV vezetőségével arról beszélgetni, hogy újra televíziózni. És mondtam neki, hogy Andris, biztos, hogy nem. Nagyon szívesen, tehát hogy én megiszom egy kávét bárkivel, és egy beszélgetést megér a dolog, de én nem fogok visszamenni. Soha nem mond, hogy soha. És így. És akkor nyilván ez egy hosszabb folyamat volt, tehát hogy többször találkoztunk, többször ültünk le beszélgetni. De tudod, Gyuri, olyan emberek dolgoztak akkor az ATV-nél, egy részük még ma is, akik nekem meghatározó szakmai kapcsolataim voltak még az MTV-nél. Kálmán Olgától, Somos Andráson át, Vicsek Ferencig, és tehát, hogy nagyon sokan. És akkor az egy nagyon jó élmény volt, hogy valahogy visszaértem ugyanabba a közegbe, ahol én valamikor jól éreztem magam. Úgyhogy az a lényeg az, hogy aztán a végén egymás markába csaptunk, és akkor... Hát 13-tól ugye 21 őszintén. Igen, ez a 7-8 éves ciklus, ez végig kíséri a karrieredet, mert 7-8 évet eltöltesz a médiában, utána 7-8 évet különböző kommunikációs posztokon.
Úgy, én ezt soha nem számoltam, de tudod, mondják azt, hogy az ember sejtjei 7-8 évente kicserélődnek, tehát hogy gyakorlatilag új ember leszel 7-8 évente. Lehet, hogy ez az oka. Lehet, hogy ezzel függ össze. Van, aki nem tudom én, házasságokból lép ki 7-8 évente, én munkahelyet változtatok, tehát talán még mindig jobb. Jó, akkor még van 5 éved a Városházán körülbelül. Meglátjuk. És akkor most visszatérünk az elejére. Ez tetszik? Igen, tetszik. Hát ugye ez egyrészt megint új feladat, másrészt én, ugye te udvariasan átugortál egy időszakot, de ugye én az ATV-ből elmentem a kampányba, tehát miután Márki-Zay Péter megnyerte az előválasztást, és kiderült, hogy ő az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akkor én utána tanácsadóként mellette dolgoztam talán 4 hónapon keresztül, egészen a választásukig. És én életemben akkor foglalkoztam először politikai kommunikációval. Ugye vállalati kommunikációval többször, de politikaival akkor háltuk el a kapcsolatot, és ez megint csak egy nagyon érdekes világ. És ugye a politikai kommunikáció szerintem Magyarországon nagyon pejoratív, mert a politika pejoratív. Tehát a politikánál kevés moskosabb dolgot tudunk elképzelni. De egy normális világban a politikai kommunikáció azért az nem arról szól, hogy az ellenfelünket hogy tudjuk besározni. Tehát azért a politikai kommunikáció a lényege az az, hogy választást kínálja az embereknek, hogy fel tud mutatni, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy a hatalomban lévők hatalomban maradjanak, vagy az ellen, és milyen érvek szólnak ellene vagy mellette, hogy egy váltás történjen. Zárójeles megjegyzés, ne próbálkozz a Fidesznél. nem tudom. Érdekes a felvetésed, mert ugye nekem egyszer az a bűnlanstromomra került, hogy én a Fidesz vezetőségének kommunikációs tréninget tartottam. Kálmán Olgával közösen egyébként. Egy teljesen ártatlan dolog volt, mert egyszerűen elhívtak, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy egy hírműsor milyen szerkesztőségi elvek alapján jön létre. Ez mikor volt? Ez az első Orbán kormány után. Aha. És ott ült a Fidesz szinte teljes vezérkara, és hát mindegy, a dolog összetettebb, mert ráadásul ugye a sajátjaiknak nem esett jól, hogy az ő értelmezésükben ők a másik szekértáborból hívtak szakértőket, és hogy kerül ide ez a két ember, és hogy miért ők, miközben mi is ki vagyunk sámfázva kiváló média szakemberekkel. Na mindegy, ebből újsághírek lettek, de hogyha visszakeresed az én szakmai múltamat, ez megtalálható benne. A fekete pontoknál. A fekete pontoknál, hogy képeztem a Fidesz vezérkarát. Egyébként ez sikeresnek bizonyult. Ahogy veszük. Igen. És Márki-Zayval milyen volt? Nézd, a maga az egész az nyilván nem egy jó élmény, olyan szempontból nem egy jó élmény, hogy az ember nem azért megy be egy ringbe, hogy aztán utána felpofozzák, és hát velünk ez történt, ugye hát ez egy csúnya választási kudarc volt. A maga összes tanulságával, és azzal, hogy hát nyilvánvaló, hogy egy Dávid-Góliát küzdelem volt, de voltak olyan pillanatok, amikor, tehát például 2022. március 15-én, amikor a Műegyetem rakpart feketé lett a tömegtől, tehát tényleg a Szabadság hídtól a Petőfi hídig tele volt az utca, akkor még el is lehetett hinni azt, hogy lehet, hogy ebből váltás lesz. Úgyhogy hát aztán a végén kiderült, hogy azért ez súlyos naivitás volt hinni. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván nem jó, és a vége az egy kudarc volt. Elképesztően sok remek embert ismertem meg ott a kampányban, akik tényleg a mai napig is barátaimnak mondhatom őket, és ezek például nagyon fontos kapcsolatok lennek. Tehát, hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy újra beleszállnék-e, akkor a válaszom egyértelmű igen lenne, és nem azért, mert a vége az nyilván az egy gyászfolyamat volt, de hogy olyan
olyan tapasztalatokra tettem szert, és olyan embereket ismertem meg, akiket viszont érdemes ismerni. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, ugye ez a szabadságtér, a március 15-e. Igen. Ami azért érdekes, mert 2006-ban, ugye emlékszünk arra, hogy a Hősök tere Andrássy úton, a Gyurcsány-féle gyűlésen hatalmas tömegeket mozgattak meg, és a nagy kérdés az, hogy ez 2022-ben miért nem jöhetett össze? 2022-ben is összejött Budapesten. És hát ugye Budapest 19-ben is bebizonyította azt, hogy nem egyformán gondolkozik az ország többi részével, de hát, hogy mi akkor azt hittük, hogy ez extrapolálható, és hogy itt ebben van egy kormányváltó hangulat. Budapesten volt, Magyarországon nem. És most Karácsony Gergely mellett hogyan lehet megélni azt, hogy folyamatosan támadják a főpolgármestert, és karaktergyilkosságok tömegét hajtják végre? Ugye végtelen mennyiségű pénzből és erőforrásból nagyon könnyű kommunikációt csinálni. Igazából az a kihívás, hogyha ezek közül egyik sincs. És most ez van. Én tudtam, hogy mire szerződöm. Tehát, hogy az nyilvánvaló volt, tehát, hogy amióta az új városvezetés van, azóta ezek a támadások, ezek napi szinten vannak. Tehát, hogy mondjam, én tudtam, hogy mibe szállok bele, és ilyen feltételek mellett vállaltam el ezt az egészet. Ami ott történik, az szerintem nagyon fontos, nagyon értékes, nagyon szükség van rá, hogy legyen ilyen típusú politika. És hogyha én tudok valamit tenni azért, hogy ezt az emberek megértsék, hogy ez átjöjjön, hogy ezek a szándékok mindenki számára világosak legyenek, akkor én jó helyen vagyok. Azt nyilván nehéz, tehát hogy azt nehéz helyre rakni, hogy olyan szempontból nagyon kevés a látványos sikerélmény, hogy hát az a siker, hogy járnak a körúton a villamosok, hogy elviszik a szemetet, hogy folyik a víz a csapból, hogy Budapest működik. Édesapádat említetted, akiből annyit láttál időnként, hogy egy fehér kövenyes bácsi éjszaka adott egy puszit. A te gyerekeidnek is volt, azt hiszem, olyan korszaka, amikor jött egy bácsi, aki a tévében szerepelt, és adott egy puszit este. Most tudsz velük foglalkozni, vagy már nem is igénylik? Te ezt olvastad valahol, vagy csak kitaláltad? Hát most komolyan kérdezem. Olvastam mert... valahol. Igen. Mert hogy én annak idején az estét részben kérdezted, hogy miért hagytam abba. És ugye ez volt az egyik, az egy nagyon megrázó élmény volt, hogy ugye az estének mindig volt egy előzetese az esti híradó után, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Csak akkor még csak az első fiam volt meg, és akkor még ő is fenn volt, és egyszer azt kérdezte a feleségemtől, hogy mama, ő az a papa, aki időnként hozzánk is szokott járni. És hogyha belegondolsz, Gyuri, ez egy rettentően kemény mondat. Igen. És akkor ezen én így elgondolkoztam, hogy szeretném-e, hogy a saját gyerekeim is így nőjenek fel, hogy ennyit látnak az apjukból. És hát bármilyen furcsán hangzik, ugye a televízió alelnökének lenni, az viszont egy hivatalnok dolog. Tehát, hogy ott van egy munkaidő. 5 órakor leveted a... Hát igen, és ugye néha van azért havári a helyzet, de mondjuk szombat-vasárnap nem kell bemenni, és nem az van, hogy 11-kor ér haza az ember. Igen, volt egyébként olyan alelnöke a televíziónak, aki szeretett szerepelni is, és ezért ő nem a szombatvasárnapokat sem hagyta ki. Igen, tudom, hogy kire gondolsz, de nem, én nem volt feltétel egyébként, hogy én hagyjam agyba az estét, de én azt mondtam, hogy ha valakinek az a feladata, hogy tükröt tartson az intézmény elé, akkor nem szerepelhet maga is a képen. Tehát most ki fogja megmondani a műsorokért felelős alelnöknek, hogy tegnap este nagyon rossz voltál. Szóval, hogy szerintem ez nem egészséges. Na, vissza a gyerekekre, tehát, hogy én bízom bennük, hogy azért ők nem ezt fogják elmesélni, hogy volt egy bácsi, aki időnként bejött és puszit adott, mert azért a gyerekkoruk java részét azt azért úgy töltöttük el, hogy nekem már egy normálisabb életem volt, legalábbis ilyen szempontból. Ez jó végszó, még órákig tudnánk egyébként beszélgetni és szorizni. Elrepült az időnk? Fél óra eltelt, úgyhogy vége a műsornak. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad, és
szerintem még lenne témánk, amiről tudnánk beszélgetni, de egyelőre köszönöm. Ez egy szempillantás volt, Gyuri, én köszönöm, hogy meghívtál, köszönöm az érdeklődést.